Már megint itt vagyunk. Itt kezdődött minden, és akkor most folytatódik is. Azért gondoltuk, hogy most gyorsan csinálunk egy felvételt, bár nem ezért találkoztunk, mert hogy Adrinak most egy szuper jó témája van. Már megint. Hát, és most kivételesen megfordítottam a helyzetet, beszélgettünk annak idején arról, hogy amikor a nő találkozik valakivel, akkor így beszkenneli, és nagyjából bekategorizálja, hogy ebből esküvő lesz-e, vagy csak egy uborka befőtt savanyúság a spájzban. De hogy egyre inkább az az érzés, hogy ezt nem csak mi csináljuk, hanem ezt ugye a férfiak is megteszik, és az adott nőt is bekategorizálják, hogy mire is lesz ez a kapcsolat, kapcsolódás jó. Hogy hogyan vagyunk mi nők akkor, amikor mi is csak egy ilyen polcról levehető uborka befőttként tartanak minket. Én ezt egyébként úgy hívom, hogy ez a férfi üzemmódunk. Tehát alapvetően azt érzem, hogy egy nőnek hiába van meg ez az uborka befőtt, nagyon kevés nő csinálja azt, hogy csak azért vagy a kamrámban, mert te vagy az, aki, és akkor ott most, nem tudom, jól főzi a levest, és téged mindig levest foglak hívni, át, érted, levest kell majd főznöd, vagy éppen más tudsz csinálni. És most nem mondok szakembereket, mert azokat tényleg hívjuk a vizest, a gázost, a mindent, amit ti fiúk, mint férj, vagy nem tudom, mi nem tudtok megcsinálni, azt mi simán megcsináltatjuk mással. De ez egy ilyen férfi üzemmód számomra. És azért is volt érdekes, mert pont ma érkezett egy komment az egyik videónk alá, és én nem szoktam elővenni a telefonomat, de most ezt fogom tenni. Méghozzá egy József nevezetű felhasználótól. A nő vagyok, csak szexelnék, mennyi az annyi. Pont az uborka befőttes téma alá. Most túl a kommentek párkapcsolatos dumái maradva a szexipari részen. Lányok, az megvan, hogy egy nő akármikor képes előadni a nagy szerelem mesét? Hanyat dobja magát, és megy a húha. De egy hapsinak azért csak el kellene érni egy minimális vérbőséget. Nézzetek már bele a pornó szakma háttérinterjúba is. Tetszik, nem tetszik, szexben a két fél közül a férfi max az érzelmi részt tudja elhazudni, míg a nő az egészet. Na ezt kell megfizetni, és ezért válogatósak a férfi kurvák. Amúgy vannak még másféle kurvák is, keressetek, ha nem gond. Nem fogunk keresni, Józsi, ezt így most megmondjuk, mert hogy pont van elég uborka befőttünk mindenféle helyzetre. Vízszerelő is, gázszerelő is, áramszerelő is, minden is. Neked van gázszerelőd? Van. Te hívhatlak Andinak. I wish. Én a vises Andi vagyok, jó? Itt az jött fel nekem, hogy mi a gáz, amikor az érzelem részét hazudja be az ember, vagy a fizikai részét, mert hogy egy nő, hogyha be is hazudja azt a fizikai részt az uborka befőttnek, vagy a bárkinek, akkor valószínűleg azért van, mert magamból fogok kiindulni. Többfajta orgazmus létezik, és erről olvastam is, mert tehát más nőnél is van az, hogy többfajta orgazmus létezik, és nem csak egy bizonyos van, aminek a végterméke egy fehér valami ott a végén. Szóval nem úgy van, mint a fiúknál. És az, hogy behazudjuk, tehát a testünk nem tud hazudni. Sose felejtem el, volt egy olyan kamaszkori ismerősöm, egy lány, akinek, hogyha a barátja megpuszílta a nyakát, ekkora nagy herpeszek jöttek ki a nyakát, tehát a testünk nem tud hazudni. És egy nő valamilyen szinten, ha behazudja is azt, hogy ő neki őrületesen jó volt, valószínűleg az azért van, mert alapvetően a két test kompatibilis egymással, és nem mondjuk azt, hogy rögtön 100%-at kell hozni, sőt 110-et meg 150-et. Szerintem az érzelmi része sokkal nagyobb gáz, hogyha behazudja valaki. Azt meg a goldigereknél mondtuk, hogy hajlamosak a lányok, hogyha erre van igény. És nekem ez, amikor egy férfi várja el a nőtől, hogy ilyen elérhető legyen, és uborka befőtt, és szólok, hogy gyere át szombat este, és ezt mind, nem tudom, szombat délelőtt 10-kor, hogy most akkor Vagy este átjönnél, vagy este hatkor. 6-kor, teljesen mindegy, az abszolút egy férfi működési mód, egy nő nem tud így, szerintem. Csak hogyha goldigger, vagy ez a szakmája, és azok előtt leveszem a kalapomat. Jó, de akkor most mégis egy kicsit ellentmondunk magunknak, mert ugye azt mondtuk, hogy kis fekete notesz, van valaki, vagy az uborka befőtt, teljesen mindegy, tehát hogy lehetnek olyan kapcsolódások, ahol tényleg ki lehet azt mondani, hogy mondjuk csak szexre kell lesz.
magamból indulok ki. Amikor nekem volt kis fekete noteszem, és voltak benne nevek, akkor olyan nevek voltak benne, akikkel úgy tudtam előtte kapcsolódni, hogy tudtam, hogy velük jól érzem magam egyébként is, biztonságban vagyok egyébként is, és hogy ott már volt valami közös történetünk, tehát hogy tudtuk, hogy ez nem lesz über nagy életünk legnagyobb kapcsolata, viszont annyira jó együtt lenni, és ez nem a testiség, hanem hogyha a testiség nincsen benne, kivonjuk az egészet, akkor is egy annyira jó fejemberrel voltam együtt, hogy azt mondtam, hogy ő a friendship, akit egyébként benefitekkel megtartani. Tehát az a barátság, akinek a benefitjét is szívesen fogadom. De nálunk ez a benefit, és akkor talán egyszer lesz belőle friendship, ez szerintem nem annyira működik. Igen, ez érdekes, mert pont ezen vaciláltam, amikor kaptam egy ilyen típusú üzenetet, hogy na és akkor ma este, hogy nem beszéltünk hetek óta. Jó volt akkor, amikor jó volt, mert ezt nem tagadom el. De hol a toszba voltál, és miért gondolod, hogy csettintesz egyet, és én ugrom? De ez fordítva is így van, és akkor itt egy másik részünkre tudok visszakötni, hogy most a férfi talál előbb szexet, vagy a nő, hogy vajon, hogyha én csettintek egyet, akkor a másik, akivel egyébként nem beszéltem hetek óta, az ugrik-e? Szerintem egy nő kevésbé mondja azt, hogy szerda délelőtt 10-kor, hogy este 6-ra legyél nálam. Amire egy fiú sokkal jobban, nem tudom, tehát hajlamos, a fiúk sokkal jobban hajlamosak rá. Nálunk hiányzik az a kötődés. Igen, mert mi akkor mondjuk azt, hogy gyere át holnap, hogyha tegnap előtt is beszéltünk. Tehát ennek a kapcsolódásnak valamennyire folyamatosnak kell lennie, és nem kell az, hogy gyűrű legyen az ujjamon, nem kell az, hogy tud, hogy hova megyek, mit csinálok kivel, de legalább egy ilyen minimális kapcsolódás legyen már meg, mert hogy az a férfi üzemmód, amikor a dobozokban ugye először, hogy ja, most kellene a, nem tudom, az imbuszkulcs, és nálunk úgy van, hogy mi projektekben gondolkozunk, és azt mondjuk, hogy folyamatosan tudom, hogy ez ide fog kerülni, oda fog, dö-dö-dö-dö-dö, és majd az imbuszkulcs lehet, hogy itt fog kelleni, meg ott fog kelleni. Ugye? Szóval, hogy uborka befőtt, de az uborka befőttet is megtermesztem, elmegyek, megveszem, tehát, hogy egy kicsit másabb, mint az, hogy és együnk uborka befőttet, csak pénzünk nincsen, bolt nincs a környéken, de van nálad? Hát így.